A gyermekekkel fél évente ajánlott fogászati szűrővizsgálatra eljönni, és a megismertetésüket a fogászati rendelővel érdemes már akár másfél-két éves korban elkezdeni. Azért ilyen fiatalon, mert a célunk a megelőzés, tehát hogy már azelőtt találkozzon a fogorvossal, mielőtt bármilyen fogászati problémája, fájdalma lenne. Így ezeknél az első alkalmaknál nagy hangsúlyt tudunk fektetni a bizalom kialakítására, sok pozitív visszacsatolással és játékossággal, így később, ha bármilyen kezelésre kerülne sor, akkor már egy ismerős közegbe térhetnek vissza. Már az első tejfalak megjelenésétől, ami körülbelül fél éves korra tehető, el kell kezdeni az otthoni fogápolást napi kétszeri fogmosással, és az esti szoptatás vagy tápszeres etetés után is fontos a tisztítás, mert ha ez nem történik meg, és már vannak fogak a szájban, akkor azoknál sokkal könnyebben tud kialakulni fogszavasodás. Egy éves kortól érdemes már fluorid tartalmú fogkrémeket használni, de alacsonyabb fluorid tartalmú gyermekfogkrémekkel. És 6-7 éves korig nagyon fontos a szülői segítség, mert amíg a finommotoros mozgások ki nem alakulnak, addig nem várhatjuk el tőlük a tökéletes fogápolást. A fogváltás 6 éves kor körül indul el, és ilyenkor az előtörésben lévő maradó fogak ápolására is nagyon oda kell figyelni, ugyanis ezeknek a frissen előtörő fogaknak a zománca még nem érett. Ez az érési folyamat még körülbelül 1-2 évet vesz igénybe, addig pedig fokozottan fogékonyak fogszúvasodásra. A szúvas tejfogak ellátása ugyanúgy fontos, mint a maradó fogaké, ugyanis a fogszúvasodás fogbélelhaláshoz vezethet, ez pedig már csak gyökérkezeléssel vagy a tejfog eltávolításával tudjuk orvosolni. Ráadásul a tejfog gyökere körül kialakuló gyulladás károsíthatja a maradó fog csírát is, ami további problémákat okozhat. Nagyon fontos a fogváltás kontrollálása is. Ha nem megfelelő ütemben zajlik, akkor szükség lehet beavatkozni fogszabályozással, vagy akár a tejfog eltávolításával is, hogyha a fogváltás valami miatt megreked. Hogyha a tejfog elvesztése után a maradó fog előtöréséig még legalább egy évet kell várnunk, akkor általában helyfenntartókat alkalmazunk. Ezek leginkább beragasztott, rögzített készülékek, amelyeket azért használunk, hogy a fogíven belül a még elő nem tört maradó fog helyét megőrizzük, és ha már a maradó fog előtört, akkor ezeket nagyon egyszerűen tudjuk ezeket a készülékeket eltávolítani. Fontos azt is megjegyezni, hogy a maradó őrlőfogak a fogíven belül a tejőrlők mögött törnek elő. Az első maradó őrlőfog körülbelül 6 éves kor körül, a második maradó őrlőfog pedig 12-13 éves kor tájékán. Ezeket a szülők sokszor tejfogaknak hiszik, mert hogy nincsen tejfogpárjuk, pedig ezek maradó fogak, és nagyon fontos ezeknek is az alapos tisztítása.